Szeretted volna elérni azokat a csúcsokat, és amiket ő elért, Nobel-díjat, Ez ilyen, világhírt? hogy példaképen volt. Tehát ma is az. Tehát nagyon szeretem, és úgy nagyon közel érzem magamhoz. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy az ember már ki tudjon fejlődni, nagyon sok új ismeretet meg kellett tanulnod, amit nem is tanítottak az egyetemen. Hogy csináltad? Többfajta van, a módja van az ismeretszerzésnek. Az egyik az, hogy az ember irodalmazni kezd, olvassa a szakirodalmat, folyóiratokat, könyveket. Másik, hogy megkeres egy lehető legfrissebb, összefoglaló munkát, és azt elolvassa. De a legeslegjobb az, hogyha fölhívja telefonon a területnek a legjobb szakemberét. Tehát meg kell keresni azt az embert, aki a dologhoz legjobban ért, és azzal kell beszélni, barátkozni, ismerkedni. Tehát te abban hiszel, hogy tulajdonképpen legjobban tanulni az emberi kommunikáció kapcsán lehet. Hatékonyabb, ha beszélgetek veled a rákutatásról, mint ha elolvasok egy könyvet. Persze, hogy jobb. És én például akkor tanultam a legtöbbet, amikor valamelyik professzor hajlandó volt arra, hogy egyetem után leüljünk meginni egy kávét, egy pár diákkal együtt, és akkor ott beszélgettünk. Tehát ha jól értelmezem, akkor nézőinknek azt javasolnád, hogy könyvtár helyett hívják fel a terület legaktuálisabb tudósát, vezetőjét téged, és kérjenek egy fél órát, hogy beszélgessünk erről? Az biztos, hogy hát ha lehet találkozni és lehet beszélgetni nagy tudósokkal, talán nincsen értékesebb dolog. Igazándiból ezt tűzte ki a mi sorozatunk is célul, ezért is beszélgetünk most ilyen sok ember előtt veled, hogy megkaphassák ugyanazt az élményt, mint hogyha felhívnának telefonon, hogy kávézzanak veled egyet. Mi az, amit leginkább át tudnál adni nézőinknek a gondolkodásmódodból? Nem kell mindig a bejárt utat és a kliséket követni, hanem szembe kell menni velük. Tehát azt mondják, hogy hát például az, hogy ugye a rákkutatás, a rák gyógyszerfejlesztéssel Magyarországon nem szabad foglalkozni, mert ahhoz nem tudom hány milliárd dollár kell, és így tovább. Hát akkor csak azért is csináljuk. A másik pedig, hogy az ember, amit úgy érez, amire van egy ilyen elhivatottság, azt meg kell csinálni. Tehát nem szabad elszalajztani a lehetőségeket. Tényleg nem szabad. Ugye az ember életében vannak ilyen jó pillanatok, azokat észre kell venni, és akkor azon tovább kell menni. Tehát nem azt csinálni, hogy jó, akkor majd holnap, majd jövőre. Először akkor legyen meg a lakás, és majd csak utána ez, először akkor legyen egy házas, és csak majd utána. Tehát nem kell tologatni a dolgokat, hanem az adott pillanatot azt meg kell ragadni, mert az ember úgy kapja, az egy olyan ajándékszerű dolog, azt nem kell eldobni magától. Sorszerűségben hiszel? Én vallásos vagyok, katolikus vallású, tehát az nagyjából ugye, amivel a katolikus vallás szerinti sorsban hiszek, tehát ugye ez egy olyan dolog, hogy mondanak, hogy ketten húzzuk a szekeret, tehát ugye én és a Jóisten, tehát mind a kettőnek a szerepe van. Sőt, van ez a jezsuita mondás, vagy köszönés, vagy köszöntés, hogy mondják, hogy akkor hozott Isten, és akkor azt kell rá válaszolni, hogy igen, de magam is igyekeztem. Én pontosan tudtam, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, ha a rákutatásról beszélünk, és én nem tágítottam erről az útról. Régen élt családtagjaimnak tartozom az, hogy valamit megcsinálok. És amikor nehézségek vannak, hogy ezt nem kéne, vagy valami másként, akkor mindig ezek úgy néznek engem, mondjuk néznek a mennyországból, hogy most mi van, és na jó, van, rendben van, akkor folytatom tovább. Tehát van egy ilyen is. És hogy néznek? Szóval hogy érzed, hogy néznek a mennyországból, hogy meghaltak, a lelkük külön szállt, és néz a mennyországból? Igen, néznek. Tehát arcuk van. Igen. Tehát ugyanolyan arcuk van, mint volt emberként? Hát igen, már akit ismertem, nem mindenkinek tudom, hogy milyen volt az arca, tehát kézzel foghatóan néznek. Igen, ez így van. Tehát én ezt így érzem. Tehát ez valóságos dolog, tehát hogyha ezt akarod tudni,
hogy ezt, hogy én hogy gondolom, ezt valóságosan érzem. Tehát, hogy a halottaink, de most akkor beszéljünk, hogy Magyarországon élünk, itt a családtagjaink, vagy egyáltalán akikről úgy tudunk, a mi történelmünknek a részesei, meg igenis néznek, és egy kötelezettségünk van feléjük. Te a kutatásaid mellett művelődés történettel is foglalkozol, több publikációd is megjelent, előadásokat is tartasz. Játszunk el a gondolattal, hogy ez a kazetta most túlélne minket, 200 év múlva megnézik. Mi az, amit szeretnél hagyni örökül, legfontosabb tanításodat? Tehát a rákkutatás az fontos. Itt letettem az asztalra, és az élet utáni életre vonatkozó dolgokat tartanám a legfontosabbnak, hogy tényleg ezt fogadjuk el, ki kell próbálni. Tehát csak azt kell elhinni, hogy érdemes kipróbálni. Tehát érdemes, hogy fohászkodni az Istenhez. De nem csak olyan rutinból, vagy olyan, mint valami nyelvi fordulat, hanem igazából. Tehát azt mondani, hogy Istenem segítsél meg. És egy picit belegondolni abba, hogy ebbe az egy sóhajtásban benne van mondjuk az emberiség 30 ezer éves története, vagy 100 ezer éves történelme, mert mondjuk 100 ezer évvel ezelőtt lettünk emberek, körülbelül, tehát vagy 1-200 ezer évvel ezelőtt. És azóta ez a legfontosabb megdefiníciója az embernek, hogy Adi mondja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Köszönöm szépen, most pedig következzenek a praktikus tanácsok önöknek. Akinek váltania kell, és tudja, hogy mit akar tanulni, de nem tudja hol és hogyan, annak azt tanácsolom, hogy keresse fel a megyei munkahelyi központot, vagy a helyi kirendeltséget. Aki váltani szeretne, de nem tudja még, hogy mit érdemes tanulni, forduljon a megyei foglalkozási információs tanácsadóhoz. Aki csak azt tudja, hogy tanulni érdemes, és szeretne tanulni, de nem tudja, hogy induljon el, forduljon bizalommal hozzánk a Nemzeti Felnőttképzési Intézethez. Akiktől tanulni lehet, hogy boldogabb lehess, akiktől tanulni lehet,